Előrelátóan gondolkodnak a Tomcsa Sándor Színház vezetői, erről tanúskodott az évad ismertető sajtótájékoztató is. Vannak fájó pontjai a színháznak, amire nem találtak még gyógyírt, ilyen például a felújításra szoruló színpad. Mindezek ellenére az idei évadot is színessé, de ugyanakkor zsúfoltá alakították, hogy a közönség minden tagja megtalálja a számára tetsző előadást. A színészek augusztus közepe óta próbálnak, a művészeti személyzet pedig el sem ment szabadságra. Szerveztek, készültek, hogy az előadásokat tető alá tudják hozni. Nem is kell sokat várni, hogy élettel telje meg a színház. Szeptember 17-én a Barabás Árpád rendezte Fekete Tej című színművet tekintheti meg a nagy érdemű. Az első nagy termi előadás bemutatója október 3-án lesz, melyet az Uniter díjas, kolozsvári színész és színészpedagógus Hadházi András rendez. Adorján Viktor, a Lovasok című ősbemutató a két évvel ezelőtti dráma alkalmával meghirdetett kortárs drámaíró pályázat győztes szövegkönyvének színpadra állítása. A gyerekekre is gondoltak az idei évadban. Október 9-én gyerekzsivajjal tellett meg a nézőtér, akkor mutatják be Fazekas Mihály Ludas Matyiát, melyet Nagykupecki Kálmán rendez. A folytonosság és a kiszámíthatóság jegyében arra gondoltunk, hogy ennek 100%-ig eleget teszünk. Elkezdődött a gyerekelőadásnak is a próbája a Ludas Matyi, ezt Nagykupecki Kálmán rendezi. Párhuzamban elkezdődtek a korrepetálások és a koreográfia próbája a Dzsungelkönyvének, ami az ünnepi előadás, a Szilágyi Regina rendezi. Aztán ezt követően mi lesz a Szori Minitáv rendezésében az Ödipusz király, majd Mihály Manuciu fog rendezni egy előadást, melynek címét még nem közölte. Ő most fog találkozni a színészekkel egy héten belül, másfél héten belül, és akkor mond majd címet és szereposztást. És az utolsó darabja az évadnak, ami egy ilyen házi bemutató jelleg keretén belül fog bemutatódni valamikor júniusban, az a rendes feltámadás, Tamás Áron rendes feltámadás novellájának alaptémájából és Tamás Áron szövegből készült előadás, azt én fogom majd elművelni a színpadon, és tavalyi évadról átjön a Fösvény, a Vidéi, az Őrült naplója, a Fekete Tej, amit játszani fogunk, és a Nemfélek János is. Az előadások mellett a Tomcsa Sándor Színház meghívást kapott a Gyergyó-Szentmiklósi Kisebbségi Színházak kollokviumára, melyen október 5-én mutatkoznak be a Fekete Tejjel. Aztán 6. kiadásához érkezett a dráma, melyen a 15 éves szülinapot is megünnepli a színház. Nagy Pál igazgató elmondása szerint, bár szűkösek az anyagi keretek a szervezésre, két könyvet is bemutatnak a találkozón. Ilyen az egyedinek számító 100 színdarab című színházi kiadvány és a drámázat legjobb 5 művét tartalmazó könyv is. Csurulya Csongor úgy véli, jó hír, hogy neves rendezőket láthatnak vendégül Székelyudvarhelyen, viszont a megígért feltételeket be kell tartani, hanem oda a becsület, és többet soha nem jönnek vissza városunkba szépet teremteni. Mindezek mellett újabb taggal bővült a társulat a Sepsiszentgyörgyi Nagy Csongor Zsolt személyében. A bábtagozat anyagi keret hiány ebben az évadban sem alakulhat meg, de a vezetők bizakodóak és jövőre remélik, azzal is büszkélkedhet majd a színház. Az ifjúságot ennek ellenére nem hanyagolják, ősszel és tavasszal felolvasó színházzal próbálják közelebb vinni a színházat a MAF fiataljaihoz. Októbertől a tervek szerint online is lehet majd jegyet vásárolni, de addig még mindig várják azokat, akik bérletet szeretnének váltani a 2013-2014-es évadra.